Tulajdonképpen az Egyesületnek, az Afrika Story Egyesületnek a profilja az mivel is foglalkozik pontosan? A teljes nevünk az Afrika Story Afrika Vadvilágáért Egyesület, úgyhogy ebből adódóan a vadvilág védelemmel szeretnénk, illetve tűztük ki célul, hogy foglalkozunk Afrikában, ezen belül is Kenyában, ami azt jelenti, hogy elsősorban oktatást segítünk Kenya országában, Afrikában, ami azt jelenti, hogy ha kiutazunk Kenyába, akkor elsősorban Szamburu térségben van egy iskola, ahova visszajárunk segíteni, és itt tulajdonképpen elefánt-ember közötti konfliktuscsitításban próbálunk aktívan részt venni, azáltal, hogy az oktatást segítjük, különböző oktatási segédeszközöket viszünk, és minden olyan, a kinti pedagógusokkal egyeztetve természetesen, minden olyan plusz órában, vagy plusz foglalkozással próbáljuk őket segíteni, és megértetni ezekkel a gyerekekkel odakint, hogy mit jelent Kenyának például a vadvilág, és miért olyan fontos, hogy ne legyen egyel vagy kettővel kevesebb elefánt, és hogy miért kell erre a vadvilágra annyira vigyáznunk, főleg ott Kenyában. És akkor vezérigazgató úrtól azt kérdezném, hogy a Hungary Helps program az mivel foglalkozik pontosan? Hungary Helps program Magyarországnak a nemzetközi segítségnyújtó programja, mondhatjuk úgy is, hogy a segítő Magyarország programja. A Hungary Helps programon keresztül tud Magyarország azok mellé, az emberek mellé állni szerte a világon, akik vagy üldöztetést szenvednek, vagy katasztrófák áldozataivá válnak. Különösen fontos ez ilyenkor karácsony közelettével, ahol azt látjuk, hogy bár itt Európában egy szerencsés burokban élünk, de hogyha már csak a szomszédunkra tekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy micsoda problémákat okoz egy-egy háború, és vannak olyan emberek, akik a karácsonyt nem ünnepelhetik úgy, mint ahogy mi ünnepeljük. Ugyanezt látjuk Afrikában, ugyanezt látjuk a Közel-Keleten és a világnak számos pontján, hogy a Hungary Helps program ezekben a térségekben és ezeknek az embereknek próbál segíteni. Miért fontos Afrika? Afrika az egy olyan kontinens, ahol a népesség nagyon-nagyon növekszik, ami lehetőségeket teremt a kontinens számára, ugyanakkor nagyon sok problémával is jár, illetve maga a kontinens is rengeteg problémával küzdik. Ugye ezen belül is főleg az a térség, ahol a Hungary Helps program leginkább jelen van, ez a szubszaharai Afrika, nyugattól keletig, nagyjából úgy tudnám összefoglalni, hogy Nigériától Etiópiáig és Kenyáig. Ez egy olyan térség, ahol számos népcsoport él együtt, nagyon sokan üldöztetést szenvednek, köztük elsősorban egyébként a keresztények, akiknek a Hungary Helps program különösen próbál segíteni. Mire a legbüszkébbek a 2023-as évben? 2023-ban az Egyesületünk a Hungary Helps programnak köszönhetően egy szülőföldön maradást segítő ösztöndíj program keretében 4 kenyai lánynak tudott ranger képzést biztosítani, ami azt jelenti, hogy Kenyában ugye, ahol szinte mint minden afrikai országban a nők ugye hátrányos helyzettel indulnak, úgyhogy ha egy családon belül valaki tovább tanul, akkor ott elsősorban a fiúkat részesítik előnyben, úgyhogy mi direkt a lányokra fókuszáltunk, hogy nekik adjunk esélyt, és a Hungary Helps program keretén belül 4 kenyai lány tudta idén megkezdeni és befejezni a Ranger Akadémiát, és most már a Maszai Mara területén, mint kezdő rangerök tudnak dolgozni, ami tényleg egy hatalmas eredmény, főként azért, mert egyrészt nyilván ez egy abszolút win-win helyzet, hiszen a nőknek segítettünk, fiatal lányoknak segítettünk szakmát szerezni, munkát találni, másrészt pedig a vadvilág támogatásában azt gondolom, hogy ennél szebben talán nem is lehetne helytállni. Ugye az oktatás szóba jött már, hogyan függ össze egyébként az oktatás hiánya és a radikalizáció ön szerint? Ez a két dolog, ez kéz a kézben jár. Amit tímeik is csinálnak Kenyában, az az oktatási programjának egy nagyon-nagyon szép példája, ahol olyan hölgyeknek próbálunk segíteni, akik ezáltal rangerré válhatnak. Ez például az ő társadalmi megbecsülésüket nagyon nagy mértékben segíti. Hogyha belegondolunk abba, hogy Afrikában például mit jelent a nők és a férfiak közti egyenlőség, itt nem olyasmire kell gondolni, mint amit Európában általában ez alatt értünk, hanem ott a nők valódi elnyomást szenvednek. Mondok egy példát, Maliban például a női lakosságnak a 95%-át vetik alá egy olyan beavatkozásnak, amit ők női körülmetélésnek neveznek, ez tulajdonképpen egyfajta megcsonkítása a nőknek, és ez is például annak a hiányát mutatja, hogy fogalmuk nincs arról, hogy egyébként hogyan kellene
a nemek közti egyenlőséget elősegíteni, és az oktatáson keresztül ezeken a kérdéseken nagyon nagy mértékben lehet változtatni, és ez egy igen radikális lépés, hogyha belegondolunk, mert alapvetően visszafogja az országnak a fejlődését is azáltal, hogy teljes elnyomásba helyezi az országnak a felét gyakorlatilag. Vagy gondoljunk abba például, hogy van egy terrorszervezet, amelyik az iszlám államnak esküdött hűséget és Afrikában tevékenykedik, úgy hívják őket, hogy Boko Haram. Maga a terrorszervezetnek a neve is azt jelenti, hogy a nyugati oktatás ellen, a nyugati oktatás rossz. És pont ez mutatja meg, hogy amikor már a terroristák is saját magukat arról nevezik el, hogy az oktatást az, ha lehető legjobban visszafogják, pontosan mutatja, hogy a radikalizáció az oktatás hiányával összefügg, és ők is abban látják a saját közösségüknek a radikalizálásának a lehetőséget, hogy nehogy véletlenül tanítsák őket. Hogyha viszont az oktatást azt előtérbe tudjuk hozni, és segíteni tudjuk Afrikában, ezzel nagyon nagy lépést tehetünk előre. Egy percünk van, de beszéljünk az Africa Story díjról. Ki kapta meg ezt az Africa Story díjat idén? Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a díjkiosztó 4 kategóriában. Az év női, férfi önkéntesét választottuk meg, illetve az év szervezetét és az év történetét, év csodáját, úgyhogy azt gondolom, hogy méltó helyekre kerültek ezek a díjak, bár minden önkéntes abszolút megérdemelte volna. Aki nagyon sok sikert kívánok önöknek a 2024-es évre, és áldott ünnepeket kívánok önöknek. Köszönjük szépen.